üzemanyag kerül a láncfűrészbe, aztán jöhet a kenőolaj is, majd a beállítások elvégzése után már nincs más hátra, mint a munka. Nagy szükség van most ezekre a gépekre Kálósemény határában, ahol az akácok véghasználatát kezdték meg a napokban. Azért ilyenkor, mert télen a talajadottsága és a növények vegetációs állapota is kedvezőbb ehhez. Közben más erdőművelési munkák is zajlanak a nyírerdő által kezelt erdőkben. Nevelővágásokat azért végezzük el, hogy a későbbi állománynak az egészségét, az egyenességét, az értékét tudjuk növelni, illetve hogyha már megérett egy erdő, mint a itt látható akácfék használat területe is, akkor pedig megpróbáljuk abban a pillanatban letermelni, amikor még nem következik be egy minőségi romlás, tehát hogy minél több ipari fát tudjunk termelni ezekből a fákból. Dolgoznak a traktorok is a mintegy 3,5 hektáros területen. A kivágott körülbelül 38 éves fákat elő méretre darabolják, majd meg is jelölik őket, hogy aztán minőség szerint osztályozzák. Nagy részét szeretnék saját üzemükben feldolgozni, majd értékesíteni. Fafeldolgozók számára is adnának el alapanyagot, ahogy tűzifát is a lakosok és a tűzépek felé. A munkálatokat pontos tervezés előzi meg. Igyekszünk úgy végezni a fakitermelési munkáinkat, hogy minden évben körülbelül ugyanannyi területet és ugyanannyi fatömeget érintsünk fakitermeléssel. Egy akác esetében az azt jelenti, hogy legkésőbb 35-40 éves korában illik levágni, mert hiába lesz azután még több fatömeg az adott területen, de a minőségi romlás miatt, mint említettem, tőkorhadás vagy különböző korhadások, mert nem lesz olyan értékes az alapanyag. A tűznél melegednek a fakitermelő vállalkozás munkatársai. Szükségük is van rá időnként, ugyanis napi 8-9 órát töltenek kint a szabad ég alatt. Kálósemény újszőlős kertben még mintegy 2-3 héten át tartanak a fakitermelési munkák.